Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és kezdődik az Ultrahang bűnügyi műsora a stúdióban dr. Lihi József ügyvéd. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a kérdésünket. Ma Novozánszky Fanni gyilkossági ügyét fogjuk átbeszélni. Ez a VV Fanni ügy néven elhíresült, nagyon szerencsétlen történet. Ugye azt lehet tudni a hölgyről, hogy ő a való világban szerepelt, és ezt követően pedig prostituáltként dolgozott, aztán egy szörnyű gyilkosságnak az áldozata lett. A bíróság úgy ítélt el a feltételezett elkövetőt, hogy egyébként nem lett meg a holttest, de kimondta azt a bíróság, hogy annyi bizonyíték gyűlt össze, hogy ez alapján lehet ítéletet hozni. Ugye te voltál Fanni családjának az ügyvédje. Igen. Talán ilyenkor mindig a személyes résszel kezdeném, hogy mi volt az első pont, amikor te ezzel az üggyel találkoztál, és hogy kértek fel a jogi képviseletre? Azt előjáróba hagy mondjam el, hogy ugye a Fanni ügye az ügy, életellen ügy, amely örökrejtély marad bizonyos tekintetben Magyarországon. Másfelől viszont a modernkori bíráskodásnak egy alapköve is lett egyben. Éppen azért, amit ugye a felvezetőben is mondtál, hogy itt fordult elő először az az eset, amikor első foktól kezdve komoly, modern jogfelfogással közvetlen bizonyíték nélkül, de csupa közvetett bizonyítékok láncolatából összerakva ítéltek el holttest megtalálása nélkül egy illetőt, hát tulajdonképpen életfogytiglanig terjedő szabadságvesztésre, ami hát végül is 20 évben nyilvánult meg valójában, első fokon még 25-öt kapott, másodfokon 20 évet. De ugye a kérdésre visszatérve, amikor Fanni eltűnt, és őt ugye egy ideig eltűntként kezelték, nem sokáig, neki az édesanyja hívott fel telefonon. Tulajdonképpen az anyuka volt az, végig éveken keresztül ebben az eljárásban, aki miután ugye Fanninak nem volt gyereke, lényegében mint jogutódja a sértetti jogokat képviselhette. Persze Fanni édesapja is ott volt, de az anyuka volt az, aki igazából az operatíva volt ugye a családban, és ő keresett meg. Az, hogy sértetti képviselőt bízott meg ebben az ügyben, az azért volt magától értetődő, mert hát egyrészt ugye senki nem tudta, hogy mi van a lánnyal. Ekkor még semmit nem lehetett tudni, csak az, hogy eltűnt. Igen. Tehát annyit lehetett tudni, hogy nem találják. Ugye azt lehet tudni a beszámolókból, hogy nem jelentkezett, és akkor az angyalföldi lakásába oda mentek, meglepődtek, hogy ott vannak a kutyák, akiket egyébként nem szokott magára hagyni. Igen, tehát itt tulajdonképpen azt kell látni, hogy ennek az eltűnésnek ez egy egyik percre a másikra való eltűnés volt. Hiszen ugye Fanninak a mobiltelefonja, mindig ezt nézik először tulajdonképpen, a mobiltelefon forgalmazást. Itt lehet bemérni, hogy ki. Igen, mert abból nagyon sok mindent meg lehet állapítani. És azt látták ugye a nyomozó szervek is, hogy mondjuk 6 óra 55 perckor este vagyunk, 7 óra előtt 5 perccel, még ő hív, telefonál valakivel. Előtte is egyébként a nap folyamán sűrű telefonálgatások és mobiltelefon forgalmazások vannak, aztán egyszer csak 6 óra 55 után semmi. Napokig. Semmi, mintha elvágták volna. Tulajdonképpen egy kikapcsolt telefon, már nem fogad hívásokat, nem is kezdeményez, és gyakorlatilag eltűnik a lány. Holott a saját lakásában, ugye itt a 13. kerületben mozog, semmi jel nem utal arra, hogy ő bárhova elment volna saját magától, a két kutyus valóban ott van a lakásban. És ez egy hétfői nap estéje egyébként, november 17-e. És ugye először pont az anyukának tűnik fel, hogy hívja a lányát, nem veszi fel a telefont. Ők akkor szoros kapcsolatban voltak is. Persze, ez az anya-lánya kapcsolat, az a típusú anya-lánya kapcsolat volt, amikor minden másfél órában valamelyikük felhívta a másikat, mert ezért vagy azért. És ugye Fanninak nem volt
családja még, tehát nem voltak gyerekei, nem volt állandó párkapcsolata se, tehát ilyen szempontból kivel beszélt alapvetően a nap 24 órájában? Édesanyjával legtöbbször. Egy-két barátnővel. És egy másik barátnő is, ugye a B. Erika volt, aki szintén keresgéltenek, és feltűnt, hogy hát nincs meg a Fanni. És tulajdonképpen eljutunk szerdáig, amikor már az anyuka a édesapjával együtt felmennek ebbe a lakásba, hát hiszen másfél napja nincs meg a Fanni, nem ad életet magáról, és furcsa módon együtt, majdnem egyszerre érkeznek oda az Erikával és a barátnővel, mert ő is keresi ugye a Fannit. És kopogtatnak az ajtón. De ugye semmi. És akkor egy tartalék kulcssal tulajdonképpen ők bemennek, és hát akkor látják azt, hogy ott a lakásban két kutya szaladgál, két ilyen kicsi pincsi kutyáról van szó, és látszik, hogy azoknak a kutyáknak második napja, vagy harmadik napja senki nem adott enni, senki nem adott inni, azok a kutyák ott vannak magukra, és hát a lakásban nincsen senki. Ugye akkor megy a feljelentés tulajdonképpen a rendőrségre. Akkor itt kapcsolódsz te nagyjából be a... Rákövetkező héten, mert tulajdonképpen a rendőrség, ahogy nyomban bekapcsolódik ebbe az ügybe, hát éppen pontosan a mobiltelefon hívásokból és forgalmazásokból jönnek rá arra, hogy kik azok a személyek, akik ugye utoljára, mondjuk úgy, hogy 18 óra és 19 óra között hétfő este még a Fannit keresik, és miért. És hogy így szűrik ki azt az egy-két illetőt, közöttük ugye a B. Lászlót, aki ugye, hát mint kuncsaft bejelentkezik ugye a Fannihoz. Álnéven. Mert egyébként Fanni ismeri, pontosan a B. Erika barátnő által ismerkedik meg korábban ugye a Lászlóval. B. Erika mesél Fanniról B. Lászlónak. Így igaz. És aztán meg is ismerkednek személyesen, egy alkalommal talán beszélnek is egymással. Itt ugye Fanni prostituáltként is dolgozott, de ha jól értem, akkor itt nem erről volt szó, hanem B. László üzleti kapcsolatba kívánt kerülni Fannival, befektetőnek akarta. Hát mondja ő. Ja, ezt ő mondja. Ez az ő verziója. Ugye itt arról van szó, hogy a B. László fűtőfától kölcsönkér. Tehát azt a fajta embertípus kell elképzelni, aki nem túl sokat, tehát egy embertől 1-2 millió forintokat kéreget, tehát sohasem több 10 millió forintot, de jellemzően senkinek nem adja meg. Ő Dunaújvárosi, ugye? Dunaújvárosi illető. Egyébként az ottani kajakkenu szakosztályban sokáig ugye vízisportot űz. Sportegyesületet vezet, képviselőjelöltnek indul. Képviselőjelölt is volt, így van. Talán még egyébként képviselőtestületi tag is volt egy bizonyos önkormányzati érában. Tehát végeredményben, ja, és hát a bátyja egyébként, ugye a testvére a büntetés végrehajtási szektorban, azt hiszem középvezetői, de lehet, hogy magasabb vezetői beosztásban tevékenykedik. Tehát végeredményben egy viszonylag kvalifikáltabb szeméről van szó, aki hát semmi másért, ugye utóbb, amit a bíróság is megállapított, semmi másért nem kereste a Fannit, mint azért, mert az 5 millió forintját akarta elkérni kölcsön. De akkor ezt már nem csak ő állítja, hanem... Hát ezt maga az Erika állítja később, hogy tulajdonképpen ugye neki is gyanús volt, hogy a Laci miért akar mindenáron a Fannival kapcsolatba kerülni, miért akar elmenni hozzá. Be is jelentkezett ő a Fannihoz saját nevén, de Fanni mondjuk úgy, hogy udvariasan, de elhárította ugye a kérést, és ezért került sor arra, hogy álnéven jelentkezett be, mintha kuncsaftként menne fel. Ezt SMS-ben tette, vagy az hogy lehet utólag tudni, hogy ez megtörtént? Ezt az álneves bejelentkezést ezt ő telefonon tette meg. Az SMS-ek, illetőleg hát ugye pontosabban a internetes keresések viszont az ő mobiltelefonján gyönyörű szépen
megmutatták, ugye, hogy milyen előzetes szándékkal lépett ő oda be abba a lakásba. Azt kell tudni, hogy ő ugye internetes rákereséseket végzett, és akkor ennek kapcsán VV Fanny. Aztán elkábítás. Na most, aki a VV Fanny és elkábítás kulcsszavakat ütögeti be a telefonjába, egyébként aznap délután, amikor ez történik, tehát még hétfőn délután, akkor azért egy nyomozószerv le tud bonni bizonyos következtetés. Tehát még az országok, ahol nincs kiadatás, is szerepelt a keresés. Az már utólag. Az már utólag. Igen, mert ugye vannak keresések, amik még azt megelőzően történik, mielőtt belép a, becsenget a Fannyhoz és belép a lakásba. Ez az elkábítás és a VV Fanny. Illetőleg utána ezek már ugye hétfő este van maga a gyilkosság. Kedszed a csütörtök pénteken fogják el a B. Lászlót, úgy emlékszem, délelőtti órákban. Akkor viszonylag gyorsan. Viszonylag gyorsan, mert hát ugye nyilvánvalóan ezek a keresések a nyomozószerv számára egyértelmű. De akkor itt viszont hadd kérdezzek egy olyat, ami egy átlagembert is érinthet, hogy bejelentik Fanny eltűnését, a rendőrség elkezd nyomozni, megnézzék Fanny telefonjában azt, hogy kik hívták, és onnantól kezdve, akik hívták, annak gyakorlatilag a rendőrség bele tud mászni a telefonjába, és meg tudja nézni a keresési előzményeit és mindent? Hát ugye a Fanny telefonszámát tudja a rendőrség, annak a telefonszámnak a forgalmazását gyakorlatilag, ha nagyon szükséges, akkor nyomban rendelkezésre tudja bocsájtani a szolgáltató. És abban a pillanatban ugye látható, hogy mikor, melyik telefonszámról ki hívta. Amikor ott vagy B. László hívta még 17 óra 55-kor. Vagy igen. És akkor onnantól kezdve B. László tudja, hogy most nézik az előzményeit, tehát be kell vinni a telefonját, vagy ezt akár úgy is meg tudja csinálni a nyomozóhatóság, hogy nem is tud róla. Nem kell az ő telefonja. A Fanny telefonja kell. Ja, tehát pontosabban a Fanny telefonja sem kell hozzá, egyébként elő se került a telefonja, hanem maga a telefonszámnak az ismerete a forgalmazó által már a nyomozószerv részére adja is az. De akkor az, hogy milyen keresési előzményei vannak, azt kívülről is meg lehet nézni. Így igaz. Szerint. Így igaz. Tehát a rendőrség már ott az elején tudta, hogy a VV Fanny meg az elkábításra rákeresett B. László? Hát azt tudta, hogy B. László volt az a legutolsó személy időben, aki a Fannyt telefonon kereste. Hiszen az ő telefonja volt az, amelyik ugye legutoljára becsörgött a Fanninak, és amit a Fanny fel is vett egyébként, tehát még forgalmazás szempontjából még volt fogadott hívás. És tulajdonképpen amikor beazonosították, hogy ez a telefonszám B. Lászlóhoz tartozik, onnantól kezdve már adta magát az, hogy akkor nézzük meg, hogy ehhez a telefonszámhoz, illetőleg ehhez a ő mobiltelefonja, az milyen egyéb internetes keresések fűződnek. Ahhoz már egyébként kellett a mobiltelefonszáma, a mobiltelefonja, mert ugye azt már az informatikus szedte ki belőle, de az már ugye a pénteki elfogását követően, amikor azt tőle elvették, utána az informatikus előhalászta ezeket az adatokat belőle. Ugye a B. Lászlónak az elfogása, most azon túl, hogy ő volt az utolsó olyan személy, aki vele forgalmazott, azon is alapult, hogy a rendőrség nagyon gyorsan és hatékonyan beszerezte ugye ennek a társasháznak a mélygarázsának a felvételeit. És mivel látták, hogy mondjuk 7 óra előtt, este 7 előtt 5 perccel a Fanny még telefonon forgalmaz, de utána nem. Hát nyilván azt követően nézték a mélygarázsbeli felvételeket, és hogy nem, olyan jó egy óra múlva, 3-4-8 után nem sokkal, megjelenik, a mélygarázs ajtaját valaki berúgja, és megjelenik B. László személyesen, és kit visz a ölébe nagy nehezen? Hát Fanninak a alélt testét, de egyébként aztán a bíróság arra következtetett, hogy ez már a holtteste volt. Ezt lejátszották a tárgyalóteremben ezt a felvételt, és igen. Én akkor azt olvasom, hogy nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy holttestről beszéljük. Vagy... Nem, magáról a felvételről nem lehetett megállapítani, mert az lehetett egy ájult nőnek a teste is, meg egyébként a holttest is lehetett. Abból került megállapításra, és ezek a úgynevezett közvetett bizonyítékon alapuló formálogikai következtetések. Abból került megállapításra az, hogy akkor már a lánynak holt állapotban kellett lennie,
hogy őt vitte le először, majd utána a csomagjait. Tehát magyarul, hogyha az a lány nem halt meg, hanem még mondjuk ájult állapotában van, bármitől, de mondjuk elalélt, akkor ugye az a logika, hogy hát ugye nem őt viszi le a garázsba először, nem őt teszi be az autóba, ez egyébként egy kölcsönzött autó volt, mert hiszen utána, ha ő felmegy a lánynak a cuccait összepakolni, és a bőröndjébe ugye bepakolva leviszi a bőröndöt, mutatván, mintha elutazott volna Fanny valahova, ugye a messzire, akkor ugye kockázatot jelent az, hogy közben a lány be van a kocsiba, és magához tér. Vagy észreveszi valaki, vagy... Vagy észreveszi abba a garázsba valaki. Hát azért itt számos ember... Ugye találkozott is valakivel, amikor éppen... Szembe is jött valaki. Ahogy azt mondta, hogy Fanny túl sok pezsgőt fényezt. Igen. De ő ezt a kockázatot már nem vállalta fel, hiszen tudta, hogy az a lány, akit betett, akkor még a kocsi hátsó ülésére először, aztán utána a csomagtartójába, az a lány már nem fog felkelni többet. Tehát nyugodtan visszamehet a lakásba, és összecsomagolhatja. Arról van felvétel, hogy a csomagtartóba is betette? Nincs. Tehát tulajdonképpen arról van felvétel, hogy viszi, mert a kamera látószögéből már a kocsi az kiesett. Tehát az, hogy aztán ő ott a kocsihoz odaviszi, ott hova pakolja be, hova nem, először, utána, mit csinál még ott a lányjal, arról semmiféle információ nincs. Azt is, megint csak közvetett bizonyítékokból, ugye a kocsiban talált vérnyomokból lehetett összepakolni. De akkor a kocsiban voltak vérnyomok, ebben a bérelt autóban, amit igen, ő bérelt. Igen. Hát főképpen ugye a csomagtartóban, hiszen ott nagyobb mennyiségű vér volt. Erre utóbb azt mondta, hogy vadhúst vett a áruházba, és akkor abból folyt ki. Na, de hát hemogenetikus van a világon. Meg DNS is van a világon. Persze, és ugye a édesanyja adta a DNS mintát egyébként a Fanny részére, vagy a Fanny ügyében. Azzal hasonlították össze ugye azokat a vérnyomokat, amik ugye a csomagtartóban ezen a takaró részen voltak, és egyértelműen bizonyosodott, hogy ez a Fanny vére. Hát, találtak egy másik autóban egy kötelet is, amin szintén megtalálták az áldozat vérét, hogyha jött. Igen, mert ugye a sztori aztán úgy folytatódik a továbbiakban, hogy a B. László beteszi a Fannyt a csomagtartóba, és mivel ő előzetesen, és egyébként ezért nem volt előre kitervelt ez az ügy, ez a vád, mert nyereségvágyból elkövetett volt, hiszen a pénzre hajtott. De azért nem volt előre kitervelt, mert közben ő már a délután folyamán megbeszéli azt mobiltelefonon egy illetővel, hogy Pestről megy Siófokra, és akkor üljön be mellé, és megosztják az úti költséget. Tehát aki hamarabb egy ilyesmit megbeszél, az nem feltétlenül gondol arra, hogy hullát fog a csomagtartójában szállítani. Így igaz. Na most ezért akadt meg az a része a dolognak, hogy ez mennyire volt előre kitervet. Miközben egyébként a rákeresés, hogy elkábítás meg VV Fanny, az meg éppen arra utal, hogy valamit akar vele csinálni. Az lehet egy valós, hogy nem akarta megölni, csak elkábítani, kirabolni és eljönni, csak rosszul sült el az akció? Valami ilyesmi lehetett. Ugye ő teljesen mással védekezik arról, majd akár be is hozhatjuk, ugye ő azt mondja, hogy Erika is ott van a lakáson, akkor Fanny már maga tehetetlen, Erika kéri, hogy vigye el az intéző emberekhez, és aztán közli vele a hölgy, hogy ő nem száll be az autóba, hanem vigye el, és hogy ő, amikor elvitte Fannyt, akkor Fanny még élt. Igen, csúnyán védekezik. Tekintve, hogy rá akarja kenni, tulajdonképpen nem magát a gyilkosságot azért, de hát magát a Fanninak a mondjuk úgy az eltüntetését a B. Erikára. Miközben Erika a város másik végén van, mert ugye a telefonjának a cella információja szerint éppen Budapestnek a külső kerületében tartózkodik. Tehát az sosem szép dolog, amikor valaki, mert védekezni lehet sokféleképpen, de rákenni másra a felelősséget, az ronda dolog, és az nem is,
nem is megengedett azért a törvényi szabályozások szerint, de ez már legkevesebb, mert ugye tulajdonképpen a emberölés mellett egy hamis vád azért az nagyjából nem feltétlenül tehát eltörpül, de minden esetre valóban ez a védekezés. És ugye ezt vizsgálja a bíróság, ügyészség is nyomozati eljárásban, hogy ennek milyen realitásai lehetnek. Senki nem hiszi el természetesen, mert nem most jöttek le a falvédőről a rendőrök se, az ügyészek se, a bíróság se, de hát ő előad egy történetet, hogyan tűnt el a Fanni. Tehát ugye nyilván itt nem arra ment a bizonyítás, hogy ez így megtörténhetette, hanem tulajdonképpen igazából egy ellenbizonyítás folyik, hogy lehet ezt cáfolni, hogy lehet ezt a maga nevében kifejezetten gyengíteni, hogy ez így ebben a formában nem történhetett meg. És ugye ezért van az, hogy voltak bejárások, tehát a bírósági ügyszakaszba is. Kimentünk a B. László által találkozás, ismeretlenekkel való találkozásként elmondott helyszínre. Ott megállt az egész bizottság, bíróságostól, ügyészségestől, meg mindenestől, és szétnéztünk. Mert ugye, hogy mondjam, sokszor számít az, hogy mennyire autentikusan éli át az ember azt, hogy mivel védekezik valaki, mit mond, merre jártam én, és aztán mi a megállapítható, hogy valójában merre járt, mert ugye azt tudjuk, hogy aztán Siófokra elindult ezzel az illetővel, és meg is érkezett. És akkor már valószínűleg nem volt ott... A Fanninak a csomagtartóba kellett lennie. Tehát valójában ő nem idegeneknek átadta is Bérika megszervezésével, hanem fogta magát, felvette ezt az illetőt valahol Pesten, talán, ha jól emlékszem, Budaörsön, de ez most nem biztos, mindegy is, és elindultak Siófokra, meg is állnak. Az illető semmit nem tudhatott erről a dologról? Nem, hát őt kérdezték leginkább, hogy nem volt-e neki valami, hátsó ülésen volt-e valami letakarva csomagtartóba, de hát ugye hátsó ülésen nem volt semmi, máshol nem lehetett csak a csomagtartóba, ugye a holtest, és az illető elmondta, hogy a B. Lászlóval úgy beszélgettek Pestől Siófokig, minthogyha mi sem történt volna. Tehát indiferens dolgokról beszélgettek, tulajdonképpen volt egy féle ilyen udvariassági párbeszéd közöttük, meg is álltak valamelyik benzinkúton, talán kétszer is, tehát tulajdonképpen egy semmi nem tűnik fel nevezető. Ők ismerték korábban egymást, vagy ez ilyen autómegosztó. Tehát én Oszkár, mint a... Autómegosztó volt, így van, így van. Tehát a B. László késett azért egy óra hosszát, mert ő eredetileg nem arra számított, hogy majd holttesttel a csomagtartójába fog menni ezzel az emberrel Siófokig, de ez az illető megvárta. És végeredményben semmi nem tűnt fel neki. Most ez mutatja azt, hogy azért a B. László egy erős önuralommal rendelkező személy. Tehát képzeljük el a szituációt. Vagy egy kemény személyiségzavarra. Hát önmagában magát az, hogy ő neki személyiség zavara lenne, tehát olyan értelemben, ami esetleg büntethetőséget korlátozna, ilyet nem állapítottak meg nálad. Viszont személyiségi jegyeket, olyan típusú személyiségi jegyeket, amelyek hát megkönnyíthették, vagy hogy mondjam, bíróság számára is valószínűsítik az, hogy igen, tőle kitelik ilyesmi, ilyeneket feltártak nála. Na most ugye magát a szakértői megállapításokat őróla én most nem szívesen mondanám, mert nem a védője voltam, tehát bár elhangoztak ezek a bírósági tárgyaláson, meg ismertetésre is kerültek, sőt a vádiratba is átvettek belőlük, de ez az ő személyiségi dolga. Viszont kétségtelen, hogy ő megérkezik Siófokra, és ki akarta venni a holttestet a csomagtartóból. De aztán észlelte, hogy ez egy bérelt lakás volt neki Siófokon, egy ilyen társasház volt az Aranypart környékén, és észleli, hogy azon van egy kamera, úgyhogy belenéz a kamerába, gondol egyet, és odébb áll. És ez a felvétel megvan? Ez megvan, hogy odébb áll. De aztán, hogy a csomagtartóba benéz, abban mi van, azt már nem látjuk, hát pont emiatt nem. És azt lehetett még megállapítani, hogy ő az éjszakát ott tölti ebben a bérelt siófoki lakásban, járkál Siófok környékén autóval, nyilván megfelelő helyet keresve arra, hogy a holttestet eltüntesse, Balatonvize, Nádas,
próbálkozik, de nem talál megfelelő helyet, viszont a bőröndöt, amiben a Fanninak a ruháit összecsomagolja, mutatván, hogy ő biztosan elutazott, azt valahol ott egy Siófoki utcába egy meghatározott helyen találomra kiteszi, és a soha nem is kerül elő, mert a lomisok aztán ezt elvitték. És tulajdonképpen már az, hogy abba a bőröndbe ő miket pakolt bele, vagy volt-e benne olyan bizonyíték, ami még esetleg elősegíthette volna a nyomozást, ezt nem tudjuk. A bőrönd eltűnt szőrénszálán. A holttest pedig, ugye másnap reggel ő hamar fel kell, ott már ő keres arra, hogy vízi holttest, de aztán először még a vízi hulla, de ott nem ad ki neki semmit. Vízi holttest, arra már jobban kiad neki bizonyos információkat, és tulajdonképpen itt dől el az ugye a rendőrségnek a fejében és a nyomozó szervek fejében, hogy hát akkor nyilvánvalóan... Valaki a Vivi Fanni kábítástól eljut a vízi holttestig, és az ország, ahol nincs kiadatás, akkor... És utána jön az ország, ahol nincs kiadatás, az már majd csütörtökön jön. Ott azért ez egy elég logikus koncepció. És aztán azt lehet megállapítani róla, egyébként nagyon érdekes, hogy mindezt ugye utólag az ő útvonalát aznap is, másnap is kedden, hogy ő délelőtt elmegy a Szalk-Szentmártoni Duna szakaszra, ott tartózkodik. Ugyanezzel a bérelt autóval. Ugyanezzel a bérelt autóval, de ugye neki ezt vissza kell vinni, ezt a kocsit délelőtt, tehát neki nem sok ideje van gondolkodni, hogy hová teszi a holttestet. Hová megy? Hát az általa is ismert kajakozás, kenózás kapcsán ismert területekre, Dunaújvárosra szembe, ugye a másik oldalra, ahol van egy régi kompkikötő használaton kívül, de ki van betonozva azért ott a rész a Dunaparton, és ráadásul nagyon jó, tehát az út, amin meg lehet közelíteni, ez egy fákkal övezett, tehát ez egy nagyon jó rejtek hely ilyen szempontból, és ott áll meg az autóval, ezt a lokációt mérik be majd később a két FBI-os ügynök, akit ugye tulajdonképpen már a nyomozásnak egy bizonyos szakaszán vonnak be a magyar szervek, másodszor jönnek FBI-tól Magyarországra bűnügybe, és ott a Dunaparton teszi be ugye a vádirat és az ítélet szerint is a lánynak a holttestét a Dunába. Miért van szükség az FBI-osokra? Hát az FBI-nak van egy, most én láttam a iratanyagokba, van egy nagyon különleges technikája. Tehát az FBI valamilyen műholdas rendszer segítségével képes arra, hogy személyeknek a tartózkodási helyét, hát nyilván akkor, hogyha mobiltelefon vagy valamilyen beazonosítható műszer van nála, gyakorlatilag, ha nem is négyzetméterre, de majdnem négyzetméterre behatárolja és beazonosítsa. Ez igaz arra is, aki jelen időben is, hogy most valaki hol tartózkodik a földgolyó valamely pontján, és nagyon érdekes, hogy visszamenőleg is tudnak adatokból egy nagyon pontos lokációt kidolgozni. Magyarul, ha nálam van telefon, akkor lehet, hogy az FBI meg tudja állapítani, hogy 2022. március 14-én én honnan, hova mentem? Hát az, hogy most ott van a mobiltelefonod ugye előtted, ez azt jelenti, hogy ha rád lenne kíváncsi az FBI ebbe a pillanatban, akkor pontosan ennek a stúdiónak a valahány négyzetméterét be tudják határolni, hogy itt tartózkodsz. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy mondjam, minimális tévedéssel szinte négyzetméterre. Volt egy vendégem, lehet, hogy te mesélted az elmúlt évben, hogy aki elmondta, hogy szintén az FBI-nak voltak olyan kutyáik, akik gyakorlatilag meg tudtak mindent állapítani, útvonalakat lekövetni szag alapján. Ez nem az FBI-é volt, de én meséltem. Te mesélted. Az a soroksári futónőgyébe volt, a 7 darab border collie kutyus, akik... De is amerikaiak voltak, nem? Vagy... Egy német női, Barbara von Buddenbrocknak hívják a hölgyet, aki a kutyák.
legalábbis 14-ben ezek a kutyák az övék voltak, és Európa mindenféle rendőrségei kikérték őket, többek között a Soroksár ügyben a magyar rendőrség. Szóval műhold, kutyák, minden van. Igen. Igen. Azon gondolkodtam pont egy zárójelet nyitva, hogy ezt az ügyet így feltérképezni, mondjuk a 90-es években kamerák és okos telefonok nélkül nem lehetett volna. Nem. Épp ez jutott eszembe, hogy az előbb, hogy ugye a B. László hétfő este elkövet valamit, pénteken valamikor megfogják. Az alatt, az időszak alatt tulajdonképpen neki elvileg ismeretlen lenne az útvonala. De nem túlzok. 20 percre, 25 percre visszamenőleg. Az egész meg. Le lehet térképezni azt, és le is térképezték különböző védarendszer, városi kamerák, egyéb kamerák, egyébként buszjáratok városon belül, mindegyik busznak ugye az elején ott van a kamera. Az egyik kereszteződésben, amikor keresztül hajt, az egyik helyi budapesti buszjáratnak a kamerája veszi fel az autóját. Tehát magyarul lépésről lépésre, meg aztán a benzinkutas kamerák is, és nem is sorolom tovább, lépésről lépésre le tudták követni, le tudták modellezni pontosabban visszamenőlegesen az ő élettörténetét, és nyilván ebből vonták le a következtetés, hogy hol kellett, hogy a holttestet eltüntesse. Ez nem ment volna, még nem csak, hogy a 90-es években, még egy kicsit utána se, mert ez a technikai lehetőség, ez ma van, ez mostani találmány, és mostani informatikai élethelyzet. Ami az FBI-t illeti, nekik az, hogy milyen technikájuk van, hát persze az mindent felülmúl. Mert egyébként ugye a magyar, hogy mondjam, a kirendelt informatikai szakértők, azt hiszem ketten voltak, ők is be tudták határolni ugye ezt a Dunaparti lokációt, csak sokkal szélesebb távkörben. Tehát ugye a mobiltelefonnak a cella információ alapján egy kicsit szűkítve a lehetőségek tárházát, vannak ennek a módszerei, ők is tudtak egy behatárolást tenni, de az inkább azt mondom, hogy 100 méteres nagyságrend volt, és nem 10 méteres. És ebben volt megerősítő jellegű ugye az FBI-soknak a közreműködése, akik érdekes módon nem pénzért jöttek el Magyarországra, mert nem volt költségjegyzéke az FBI-os szakértőknek ugye az itteni munkájának, hanem hát ez egy nemzetközi együttműködés keretében történt. Ha jól tudom, másodszor a magyar büntetőeljárás sok történetében. Ugye közben azért volt B. Lászlónak a védekezése, ebnek néhány részletébe belemennék, bár sok mindenről már beszéltünk. Az egyik az, hogy szerinte Erikának két telefonja volt, és az intéző embereket a másik telefonján hívtak, illetve, hogy a talált kötél az Fanninak a prostituálti praxisához tartozott, mivel a nő erőszakot imitáló szexuális aktust is felvállalt. Igazából az nagyjából kijött, hogy mindenre volt valami egyébként még akár hihetőnek is tűnő válasz. Ez nagyon jó, hogy feljött ez a dolog. Mert ugye számos esetben, amikor védő vagyok, látom, és én is magam is alkalmazom. Tehát védekezni ugye sokféleképpen lehet. Egy dologra nagyon figyelni kell. Nyilvánvaló tényadatokkal szemben nem szabad menni. Hiszen a nyilvánvaló tényadatok, azok önmagukért beszélnek, maguktól értetődnek. Mindjárt, amikor valaki tényadatokkal szembe helyezkedik, például Erikánál, hogy az ő telefonja valahol Zugló környékén, vagy még messzebb jelentkezett be, ugye ugyanabban a pillanatban, amikor a Fanninak a sérelmére elkövetik a gyilkosságot, tehát nem lehetett ott. Azt mondani, hogy ja, volt egy másik telefonja is, na-na-na-na. Szóval ez már az a fajta bonyolultság, ez már túl kacifántos. Ez már nem jön be. És egyébként megmondom őszintén, hogy a B. László féle védekezés pontosan ebből a szempontból, ja, és minden egyes, valóban, minden egyes feltett kérdésre ő válaszolt. Ő magától, vagy az ügyvédjével konzultálva, vagy úgy azonnal jött neki? Magától. Uh-huh. Magától. Tehát ő azt a fajta hozzáállást tanúsította, hogy nem hallgatok, meg nem azt csinálom, hogy minden harmadik kérdésre válaszolok. Én nagyon készségesnek mutatkozok, és megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Miért? Mert majd terelek. Na éppen ez volt az oka annak, hogy amikor neki a
személyes kihallgatása volt ugye a törvényszék előtt, ugye ezzel kezdődött maga a bírósági ügyszakasz. Én elhatároztam azt, és az az igazság, hogy magamban meg is voltam győződve róla, hogy meg tudom csinálni, de aztán nem sikerült, hogy amikor majd rám kerül a sor, mint sérteti képviselőre a kérdésfeltevésekbe, akkor majd én megfogom. Majd én zavarba hozom. Miket kérdeztél tőle? Ugye azt kell tudni, hogy először kérdezi a törvényszék. Jó hosszan. Majd jön az ügyész. Aztán a saját védője. És tulajdonképpen, amikor rám került a sor, már délután 2:30 volt, persze ez reggeltől ment, és nagyjából kaptam egy olyan erős 50 percet, tehát majdnem 3:30-ig, ugye a kérdésfeltevésekre, és azért, amikor hatósági emberek tesznek fel kérdéseket, annak megvan a protokollja, a protokoll keretek, tehát amikor a bíró kérdez, az ügyész kérdez, nem léphet át egy bizonyos protokolláris keretet, mert sem a hangvételben, sem a stílusban. Na most ez nyilván rám is, mint ügyvédre is vonatkozik, mert én sem mehetek el a becsületsértésig, mert akkor megbírságol a bíróság nagyon keményen. Egyébként mennyit kell ilyenkor fizetned, ha valami durvát csinálsz? Hát engem még ezért nem bírságoltak meg. Ezért százezrek? De százezernél kezdődik valószínűleg, persze. De nem ritka 500 000-es sem. Viszont visszatérve erre. Tehát nem csak az számít, amit kérdezünk, hanem ahogyan kérdezzük. Milyen hangvétellel, milyen aspektussal. Benne van ebbe a kérdésfeltevésbe az, hogy figyelj, ha nem azt válaszolod rá, ami egyébként logikus, akkor nem hiszi el senki ezek között a falak között. Tehát egy kicsikét így, hogy mondjam, magát a kérdésfeltevésbe is bele kell tenni a kételkedést, és ez hozza zavarba azt az embert, aki egyébként mindig terel. Minden kérdése válaszol, de nem a valóságnak megfelelően, vagy döntően nem a valóság megfelelően. Így lehet zavarba hozni valakit, hogy saját magával egyértelmű ellentétbe és ön ellentmondásba keverjük. Bizonyos voltam benne, hogy össze fog jönni. Miért? Mert egy kicsit más stílust fogok belevinni. Tehát beleviszem a személyesebb stílust, a személyeskedőbbet, ha kell arrogánsabbat, és hogyha kell, akkor az úgyse hiszem el a válaszadásra. Direkt azért, hogy kizökkentsem. Persze, azért, hogy kizökkentsem. De 50 vagy 55 perc alatt, és tényleg én ott záporoztak a kérdések. És mindegyikben benne volt az, hogy hát ez nem. Mi ez a válasz? Hát úgyse hiszük el. De állta. Tehát ez a mindenre állta, volt, és... Igen. És hosszan válaszolt? Mikor, hogy? Volt, hogy röviden. Volt, hogy egyébként hosszasabban, összetett mondatokban. A dolog lényege mégiscsak az volt, hogy ahogyan kérdeztem, és ahogyan záporoztak a kérdéseim feléje, azok más hangvételbe hangoztak el, mint korábban akár az ügyészségé, akár a bíróságé. Nyilván ez nem ment el addig a határpontig, bár mondjuk rá is léptem egyszer-kétszer, tehát nem kellett a bíróságnak mindenáron rám szólnia, de azért az a párbeszéd, az a diskurzus, az egy kicsikét másképp hangzott stílusba, mint az előzőek. Mi volt az, amit te mindenképpen ki akartál belőle szedni? Hogy hol van a lány? Tehát én tudatosítottam vele a kérdésfeltevéseknél, hogy számomra abszolút egyértelmű, hogy ő benne kell keresni az elkövetőt. Tehát tévedés ne essék. Én tudom, hogy kinek teszem fel a kérdéseimet. Engem az érdekel, hogy az a lány hová lett eltéve. De állta a kérdéseket, és már tulajdonképpen a 45. percnél éreztem én már, hogy 5-10 percen maradt, mert vége lett a napnak. És akkor esett le, hogy, és szemrebben is nélkül, azokat a kérdéseket is megválaszolta, amire nincs válasz, nincs normális, logikai síkon. De ilyenkor igaz az, hogy az a gyanús, aki nem gyanús? Tehát akinek van alibije, és aki mindenre tud azonnal válaszolni, az van, hogy jobban beleillik a potenciális elkövetői körbe, mint az, aki mondjuk szétterje a kezét, és valamire azt mondja, hogy nem tudom. Hát, sokszor van ilyesmi, és ezért élnek nagyon sokan a hallgatás jogával. Ugye a Bélászlónál ez volt feltűnő az, hogy ő ezt meg se kísérelte. Ő mondta, ő beszélt. És éppen ez volt a gyengéje, én ezt akartam kihasználni.
De magam is meglepődtem, hogy mondom, szemben ebben is nélkül végigválaszolta az összes kérdésemet. Persze természetesen nem logikus válaszokat adott, de nem jött zavarba, és amikor a végén azt mondta a törvényszék, hogy ügyvéd úr, köszönjük, de ennyi idő volt rá, akkor hátradőltem, és rájöttem arra, hogy ez nem jött össze itt. De miért nem jött össze? Azért nem, mert ez az ember lélektanilag olyan személyiségszerkezetű, aki más, mint a épp lélektani alapon működő emberek. De ugye a hazugsággal nem tudod felvenni a versenyt. Hát igen. Persze azért azt a következő tárgyalásán, soron következő tárgyaláson ő rögtön kért szót, és mondta, hogy ő ezután is nagyon szívesen válaszol a bíróságére, az ügyészségére, mindenkinek a kérdésére, egy valakiére nem szeretne a továbbiakban, az enyémre. És onnantól kezdve már egyetlen kérdésemre se adott választ, sőt, tulajdonképpen így már fel se tehettem neki kérdéseket, hiszen ugye a törvényszéket kérte, hogy akkor ugye én fel se tehessek kérdéseket neki, mint sértetti képviselő. Tehát ennyit azért... Ezt elégtételként érted azért? Hát, csekély elégtételként. De frusztrált például az, hogy nem sikerült megfogni? Engem? Uh-huh. Igen, egy napig. Mert hazamentem, hátradőltem, és néztem a meccset a tévébe, de nem a meccsre figyeltem, hanem arra gondoltam, hogy végigpörgettem ugyanezt az 50 percet magamba, és arra gondoltam, hogy lehetett volna-e még valahol, valamelyik ponton. De aztán rájöttem, hogy nem ez számított. Bármit lehetett volna ott csinálni, lehetett volna még egy óra hosszám. Ez az ember akkor is állta volna, rendületlenül, tekintve a személyiség szerkezetének ugye a specialitását. És ugye ennek tudom be azt, hogy ugye soha nem volt arra remény sem, hogy az egyetlen embertől, aki tudja, hogy hol van a Fanni, hogy hová lett téve a Fanni valójába, attól megtudnánk, hogy valóban ez a lány hol van. Az az utolsó kérdésem, hogy talán azért is volt érdekes ez az ügy, mert itt egy valóságsó szereplő, prostituáltként dolgozó lányról volt szó. És a magyar társadalom ugye nagyon sokszor hajlamos ítélkezni. Ugye a kommenteket elolvasva ezt látjuk. De azért az ügy feltárását tekintve az mégiscsak jó, hogy egy prostituáltnak is van joga élni, van joga arhoz, hogy kiderüljön, hogy mi történt egy ilyen ügyben. Tehát, hogy te is úgy érzed, hogy ezt az ügyet megfelelően kezelte az igazságszolgáltatás, és minden ilyen sztereotípiával szembe ment, ami mondjuk a magyar társadalomról érkezett? Az emberölési ügyekben nagyon sokat számít az, hogy ki az áldozat, vagy ki az elkövető. Mármint, hogy ismert személye. Ugye itt az áldozat volt egy széles körben ismerté vált nő, és az, hogy most meg se lett a holtteste, az még tupírozta ezt az egész érdeklődési készséget, amit ugye egyébként tényleg társadalomszerte tapasztaltunk. A rendőrség, hát a mindennél is többet megtett. Azért, hogy nem azért, hogy a elkövetőt lebuktassa, azért is, mert az magától értetődik, meg kell tenni a nyomozati csekményeket, van egy elkövető, van egy gyanúsított, vádlott, rá kell bizonyítani. De ami miatt a lehető legtöbbet megtettek, hogy megtalálják a lányt. Volt, hogy valamelyik áprilisi napon, amikor már ugye melegedett a víz, 30 búvár merült le. Tehát ahány búvár az országban volt, mind összegyűjtötték, és mind egyszerre merültek ugye a Dunának azon a dunaújvárosi szakaszán. És a rendőrségnek a nyomozói is meg voltak győződő. Nekem is mondták, hogy ügyvéd úr, mondja meg az anyukának, most meg lesz a lány, meg fogjuk találni a lányt. Nem lehet, hogy nem találjuk meg. De nem találták meg. Sőt, volt olyan hétvége. Én magam is egyébként tettem bizonyos lépéseket, mert észrevettem azt, hogy bizonyos emberek, akik valamilyen információval, vélt vagy valóssal rendelkeznek, hát milyen az emberi természet, nem biztos, hogy ő bekopogtat a rendőrségre, mert akkor őt előveszik, lejegyzőkönyvezik, stb. Hanem nekem írogattak, ugye tudván, hogy én vagyok a sértetti képviselő, így igaz, és írogattak, számos e-mailt kaptam. Na most ezekből legtöbbje használhatatlan volt,
de egy-egy e-mailben voltak érdekes információk. És volt olyan hétvége, egy péntek délután, amikor én magam hívtam fel osztályvezető urat, hogy osztályvezető úr, van itt egy ember Szalkszentmárton mellett egy kocsmába, és arról beszél, hogy tudja, hogy amikor ugye a Fanninak a eltűnése volt, ott a bánya területen épp akkor alakította ki egy bekötő utat a teherautók számára, és ott számos ilyen murvás billencs autó ment, és akkor ugye ott az utat feltöltötték. És ő szent meggyőződése van, az út alatt van a lány, mert hogy oda lett téve, és utána tulajdonképpen az útra ráment a töltőanyag. És már péntek este elő volt szedve ez az illető. Tehát nekem szóltak, hogy valaki erről beszél. Előszedték. És ott tényleg az volt, hogy na, akkor megtaláljuk. Tényleg. Mert ott még nem kereste senki. És ha ilyen volt, akkor ez reális, mert ott van azon a környéken. Már szóltam Fanninak, az anyukájának szombat délelőtt, hogy Kata, tessék felkészülni rá, mert most a hétvégén minden valószínűség szerint meg lesz a lány. És akkor egyszer csak vasárnap délután osztályvezető úr értesített, hogy ügyvéd úr nem. Ez se. Tehát akkor voltak azért olyan pillanatok, amikor tényleg az ember úgy van vele, hogy hát jó, de akkor honnan fog előkerülni? Van még egy, ez inkább egy ilyen lélektani, meg pszichológiai kérdésem, hogy a gyászfeldolgozás és a feldolgozás szempontjából az, hogy megvan a holttest, az azért fontos, hogy az így le tudja magába, mert ugye még most is vannak olyan teóriák, hogy esetleg mi van, ha mégis életben van, tehát hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Hát igen, ez nagyon jó kérdés, mert például ugye én láttam azt, hát a folyamatát is láttam, hogy évek alatt a Fanninak az anyukája, hogy dolgozza fel, illetőleg nem dolgozza fel ugye a lányának az elvesztését. És ez nagyon furcsa valóban az emberi lélektanban, hogy, vagy egy anyában, szülőben, hogy tudja ő azt persze, hogy az a lány nincs életben. Hiszen ő is látta a videófelvételt, tud róla, elítéltek egy embert, 20 évet ül a börtönbe, megállapítások születtek ugye az igazságszolgáltatás részéről, de nem látta a lányát holtában. És ez az anya nem engedi el ezt a lányt addig, amíg nem látja holtában. És el is mondta nekem is. Azért nem csinál neki, bár most már a holtányilvánítás is megtörtént, azért nem csinál neki síremléket, azért nem állít neki semmit, mert addig képtelen elengedni lélektanilag, amíg vagy nem látja holtában, vagy, és ténylegesen el nem tudja temetni, mert érti jó leírtakat, és érti tökéletesen, hogy mik a megállapítások, hogy valahol a Dunába kellene ennek a lánynak, de soha az életben nem került elő. Miért nem? Biztos, hogy oda lett aztán téve? Ki lehet jelenteni, hogy már nem is fog? Én nem jelentem ki, hogy nem is fog. Mert azért nézzük meg, hogy tehát ismeretlen holttestes esetek. Van, amikor 20 év után kerülnek elő holttestek. Lásd most például ugye a kisfiú nemrég ugye a Bács-Kiskun megyében. Más kérdés az, hogy ha valóban a Dunába került a Fanni, akkor ugye neki a testi maradványai milyen módon tudnak előkerülni. És amikor az volt, hogy olyan alacsony volt a Dunának a vízállás ott... Ez nem most van. Igen, azt hiszem 19 augusztusában volt, ha jól emlékszem, lehet, hogy 20-ban. Amikor már egyébként előkerültek a második világháborús elsüllyedt roncsoknak, meg egyébként is elsüllyedt dolgoknak. Autók kerültek elő a Dunából, mert olyan alacsony volt a vízállás. Fanni még akkor se. És amit senki nem értett egyébként, és ezt én a rendőröktől tudom, hogy ugye, ha Dunaújvárosba, ott Szalszentmártonnál Dunavessel szembe, beleteszi a lányt a vízbe. De nem súlyozza le, mert nem volt rá se ideje, se súlya nem volt, és ő csak a partról beleengedi ugye azt a holttestet a vízbe. Hát Paksnál, ezt a vízi rendőröktől tudom, meg olvastam az iratokban, ott van egy olyan képződmény, egy ilyen mesterséges valami, ami arra szolgál, hogy a farönköket, úszótárgyakat, a Paksi atomerőműbe beáramló víz tekintetében ugye fennakadjanak.
Tehát ez egy ilyen mesterséges dolog, hogy akadjanak fenn a nagyobb úszó dolgok, és általában egyébként holttestek, akik Dunában vannak, és mondjuk úsznak, azok, ha máshol nem, ott előkerülnek, mert ugye ott azok is fennakadnak. De semmi. És ugye ezért gondolkodunk mindig, én is, amikor a híreket olvasom bárhol interneten, hogy valahol találnak egy női holttestet. Akár földbe, akár vízbe, legutóbb a Tapolcai tóba találtak egy csontvázat, akiről aztán kiderült, nagyon bíztunk abban, hogy ez a Fanny lesz, mert lokációban egyébként Siófoktól nem olyan messzire esetett. És, de nem, mert az meg egy 100 évvel ezelőtti holttest volt. De akkor azt jelenti, hogy ez az ügy téged is annyira foglalkoztat, hogy mondjuk, ha egy női holttest kerül, akkor még mindig ez jut. Észrevettem magamon, hogyha ilyesmit olvasok a hírekbe, akkor rögtön, automatikusan arra asszociálok, hogy lehet a Fanny? Lehet esetleg ő? Mindig olvasom a hírekből, hogy női vagy férfi holttest, friss holttest mondjuk úgy, vagy már ugye régebbi. Hol van a lokáció? Összefüggésbe hozható ugye a B. László féle útvonalakkal, vagy se. Tehát az ember, én legalábbis, és biztos vagyok benne, hogy a Fanninak a szülei és a Katáék is ugyanígy vannak vele, valahol az utolsó 1%-nyi remény, mert a 99 az már elszállt. De az még érdekes módon az embernek a fejében még mindig motoszkál. Ez a mai végszó. Dr. Réhi József, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük is. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassák továbbra is az Ultrahang Pluszt. Szombat délelőttönként érkezik a bűnügyi műsorunk, kitárgyalatlan és kitárgyalt ügyekkel. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.